A mellrák létező veszély 2011-ben is. Fontos a figyelemfelhívás, hiszen más-más perspektívában hallhatják, ismerhetik meg a betegség tüneteit. Az egészségfejlesztési tervnek egy része a daganatos betegségek időbeni megelőzésére fordított figyelem, és ennek a programnak a része ez a felvonulás is. Ez látványos, remélem, hogy eléggé figyelemfelhívó. Nagyon sokan jönnek, és mindenki, aki ezt fontosnak érzi, aki esetleg már ilyen problémával küzd és keresi a sorstársakat, én nagyon örülök neki, hogy ez most már hagyományosan meg tud valósulni itt Fehérváron. A megelőzésnek kiemelt szerep juthat. A hiteles tájékoztatók alapja, hogy az egészségmegőrzés keretei megfelelő védettséget biztosítsanak. 12 éve csatlakoztam ehhez a klubhoz, amikor megtudtam, hogy van ilyen a szabadművelődési házban, és azóta oda járok. Hát én nekem 20 éve volt egy mellműtétem, ami hát nagyon drasztikus volt, és nagyon megijedtem, és nem tudtam, hogy mit évő legyek. A program széleskörű elfogadtatásának alapja, hogy a komplex szűrővizsgálat keretében kizárják a téves diagnózist. Prevenció, a megelőzés pontosan azért nagyon fontos, hogy ne kelljen egy ilyen tragédiát átélnie egyik családnak sem. Minden, ami arról szól, és erre hívja fel a figyelmet, hogy előzzük meg a bajt, azt hiszem, hogy azt pártolni kell. Bár azt is gondolom, hogy ez, hogy felvonulunk, még kevés és nem elég. Új szemlélet kell, új technikák, nagyon nehéz a felnőtt társadalmat megszólítani, talán leginkább a gyerekeinken keresztül lehet ezt. Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Évente több mint 5000-en szembesülnek a diagnózissal. A székesfehérvári találkozás esztendőről esztendőre segít ennek leküzdésében.